mindig kaviár. Johannes Mario Zimmel azonos című regénye alapján a forgatókönyvet Horst Pillau és Ladislas Fodor írta. Rendezte Thomas Engel. Első rész. Ahogy az egész elkezdődött. Íme, hölgyeim és uraim, történetünk főhőse. Thomas Lievennek hívják. De ezen kívül több becsületes nevével is találkozni fognak még. Életének megszokott kerékvágásából a háború lendítette ki, és alkalmat adott neki, hogy megismerkedjék különböző országok szokásaival és titkosszolgálataival. 1957-et írunk. Düsseldorfban vagyunk. És Thomas Lievent ezúttal is szemmel tartják. Hogy kik, arról fogalma sincsen egyelőre. Nos, uraim, fölismerték a férfit? Természetesen, Mr. Donovan, 1940 óta ismerem ezt az urat. A neve Jean Leblanc, és annak idején a francia titkosszolgálatnak dolgozott. Én is ismerem, vagy 17 év óta Mr. Donovan. A neve Pierre Humbert. Azt hiszem tévednek. Az illető Captain Everett, az angol titkosszolgálat ügynöke. Szó sincs róla, a férfi Thomas Lieben, londoni bankár, a német elhárítást elkapta, de kereket adott. Hamis nyomon jár, kolléga úr, én hiszem, biztosan tudom... Uraim, nyugalom, mindenkinek igaza van. Ezt nem lehet, hiszen itt négy különböző személy. És mind a négy azonos. Lieben legalább annyira Jean Leblanc, mint Pierre Humbert, vagy Captain Everett. Szinte valamennyi titkos szolgálatnak dolgozott. És ha csak tehette, átejtette őket. Legalább egy tucat útlevelet használt, és eltartott jó ideig, amíg rájöttünk. Gratulálok Önöknek. Egészen rendkívüli munkát végeztek. Hiszen már az is nagy szó, hogy a nyomára bukkantak. Ó, mi csoda, hogy egyáltalán él a fickó, annyi kaland után. Egyébként meglepően fiatalnak látszik. Szinte alig változott az elmúlt idők során. Kíváncsi lennék, hogy csinálja. Minden esetre annak alapján, amit eddig megtudtunk róla, úgy látszik visszavonult a magánéletbe. Akkor nagy hibát követett el. Ilyen tehetségnek nem szabad parlagon hevernie. És ha nem akar újra beszállni, kizártnak tartom. A mi rábeszélő képességünknek nem állhat ellen. Csak meg kell találnunk hozzá a kulcsot. Van valami gyengéje vagy hobbija? A nők? Elég szokványos hobbi. Lehetetlen, hogy ezen kívül ne lenne valami specialitás. De! Állítólag van egy régi módi örökölt aranyfedelű zsebórája. Azon kívül szenvedélyes szakács. És nem is főd rosszul. Kedves Kitty, maga nagyon csinos, fiatal, és bizonyára nagyon igyekvő és tanulékony. Akarsz tőlem valamit tanulni? Örömmel, Lieben úr. Akkor most megmutatom magának, hogyan csinálom én a fejes salátát. Különben ugyanaz a titka, mint a jó salátának általában. Van, ahol cukrot tesznek hozzá, s olyan az íze, mint a romlott túrónak. A délnémeteknél keserű, mint a nyúlleveség. Az északnémet háziasszonyok meg nyakon öntik úgynevezett salátaolajjal is. A szentséges lukulluszát neki. Ha az ajtózárat kennék vele, annak talán nem ártana. Na de salátába? Igaza van a nagyságos úrnak. Az amerikai titkosszolgálat emberei jó nyomon voltak. Valóban ő az a férfi, aki a második világháború kezdetén, ha nem is jó szántából, ügynöke lett a különféle titkosszolgálatoknak. Thomas Lieben, aki egyébként kizárólag a csinos nők, az elegáns öltözködés, jó könyvek és a kultúrát étkezés híve volt, kénytelen kelletlen megismerkedett a háborúval, az egyenruhákkal, a rossz modorral, a durva erőszakkal. Na de most már vége, örökre feledésbe merülhet az egész história, vélekedett hősünk, és ember ritkán téved nagyobbat. Úgy, és most beszélnem kell Bastiannal. Fel kell készülnünk a vendég fogadására. Ami hátra van, azt maga is elintézi, igaz? Igen, nagyságos úr. Na, valami baj van? Csak az, hogy Lieben úr az előbb azt mondta, csinos vagyok, meg fiatal. Ez így is van. Akkor mi a baj?
És ebből semmilyen konzekvenciát nem volna. Vagy úgy. Na de Kitty. Meg azt is mondta, biztosan igyekvő és tanulékony vagyok. És hogy tanítani fog. Valóban ezt mondtam. Nem is vonom vissza. Én meg azt válaszoltam rá, hogy szívesen tanulok magától. És erre föl mit mutatott meg nekem? A fejes saláta készítés figurát. Nagyon sajnálom, Kitty. Nem akartam megbántani. De a főzés, úgy értem, a jó konyha az egyik legfontosabb dolog a világon. De sorrendben csak a második. Igen, ebben igaza van. Na látja, de ebből mi sült ki? Ha folyton csak arról beszél, hogy milyen olajat kell használni, és hogy a fémkanál árt annak a rohadt salátának, de szóra sem méltatja a hajamat, a szememet, meg a... Hát szóval a satöbbit. Igen, elismerem, megbocsáthatatlan mulasztás. Vagy maga csak úgy keresztül néz rajtam, mert háztartási alkalmazott vagyok? Dehogy, szó sincs róla. A csinos lányokon sosem nézek keresztül, és nem számít, hogy mi vagy. Na de mindennek megvan a maga ideje, ezt tudni kell. Legyen ez az első, amit meg kell tanulnunk. Mindennek megvan a maga ideje. Akik nem közömbösek egymásnak, ezt mindig pontosan megérzik. Jelen pillanatban a salátának kedvez az idő. Érted, Kitty? Azt hiszem, hogy igen. Aztán majd a desszertnek is eljön az ideje. Na, most pedig beszélek Bastiannal. Egyébként, ha valami nem világos, csak nyugodtan kérdezz. Majd kérdezek, nagyságos úr.